Vissza kell hajtanom a mikrofont, egyébként szevasztok. Hát, kicsit több mint egy hónap után megérkezett végre a gyönyörűséges gépenek az utolsó néhány alkotó eleme is. És jelenleg még a telefonom, amiről ugye menni fog itt a gépépítés izéhozé, az még tölt. Tehát nyilván még most értem haza, és a többi, és a többi. Szóval az még ott úgy töltöm van, viszont mivel, hogy alapvetően lassan én már annyira stream ready vagyok, itt nem tudok a seggemen elülni, de maradjunk csak annyiba, hogy nem tudok a seggemen elülni, ezért megnézzük, hogy mi érkezett. Kibontogatjuk addig itt a dolgokat. Na, van zsákomban minden jó. Pirosan van a mogyoró, azt talán mondjuk nem. És most ment szét a cipzárja a táskámnak. Jó, mindegy. Táska javító tutoriál majd valamikor máskor. Szóval, van két darab ilyen gyönyörű szép csoda. Ebből egyébként már egy darab... Opa, mindjárt el is dobom az egyiket, nem lenne jó összetörni. Szóval alapvetően ebből már van egy nekem. Az majd ki fog kerülni a jelenlegi gépházamból. És hát pontosan többek között ezért is választottam ezt a Deep Cool Wine Blade 120-as, mivel hogy alapból ugye most is kék a házamnak a világítása. És mivel hogy azért próbáltam azért legalább ezen spórolni egy kicsikét, így úgy voltam vele, hogy mindenképpen a meglévő két típusú ventilátor egyikéből szerzek be még kettőt. Igazándiból ugye most van benne még egy Akiga, ami viszont azt hiszem, hogy három pines csatlakozóval csatlakozik, azzal az a baj, hogy nem biztos, hogy lenne annyi három pin az alaplapon, illetőleg az zajosabb. Nem sokkal ugyan, de zajosabb, illetve kisebb a légáramlása is. Tehát ez alapvetően egy jobb minőségű annál. Nézegettem, tehát ennek ugye, és így mindjárt kiveszem, ott a csavarokat el ne hagyjam, mert baj lesz. Tehát ugye ennek alapvetően úgy van, hogy van így itt a négy sarkában nagyjából, hát nem nagyjából, igazániból nem tudom mennyire fog látszódni, hát leginkább sem ennyire, talán, de ott, ott. Tehát így a négy sarkában van egy-egy kis kék ledecske, ami gyakorlatilag biztosítja, hogy menet közben egy ilyen, nem tudom leírni, hogy milyen formát alkott, tehát mint hogyha egy ilyen hajlított izékből lenne összerakva négy ilyen csík. És szerintem ez marha jól fog kinézni. Tehát voltak olyanok, amikkel a házról is volt egy rakat kép, ami ráadásul termelték, és tehát alapvetően a gyártója ugyanaz, mint a gépháznak, tehát aki ad erre, az hajnál. Viszont őszintén szólva meglepődtem, tehát az ugye ilyen körbeledes, tehát nem kis ledecskék vannak benne, hanem gyakorlatilag ledcsík, RGB ledcsík, illetve mondjuk van nem RGB-s, hanem csak egyszínű is. Tehát azok vannak úgy ott úgy benne, viszont az elvileg még egyszer olyan hangos, mint ez. Illetőleg kisebb a légszállítása, és drágább, nyilvánvalóan. Tehát ennek darabja most így nem akciósan 1400 forint volt durván a PCX-nél. Na most annak egy olyan 5000-6000 per darabja. Tehát azért... ja. Mit vettél fönn? Gépházat? Azért.
ventilátor, meg tápot. Hát figyelj, új processzor mellé azért most már nem árt. Kéne egy kis ezért, mi? Megtaláltad a csarnokot, nem is kerestem? Itt van, megvan. Jó. Hogy, itthon vagy holnap, vagy hogy van? Holnap délelőtt itthon vagyok, ja. Jaj. Utána jönnek a dorkáik, hogy mit menjen? Este jönnek majd dorkáik. Na szóval ott hagytam abba, hogy azok azért jóval drágábbak. Némi hajszál. Illetve ennek van Molex csatlakozója, tehát ezzel gyakorlatilag amennyit a tápra rá tudunk csatolni, annyit be tudunk építeni majd, hogy nem. Tehát ez a ház egyébként alapvetően az első előlapi részre tud 3 darab 12 centiset, vagy 2 darab 14 centis ventit befogadni, vagy nem tudom mekkora vízhűtést. Na most én vízhűtéssel nem operálok egyelőre, az biztos, annyira azért nem brutál gép van nálam. Szóval ez a három fog majd menni így szépen egymás alá előre. Aztán igazándiból hátul lesz az alapból beépített ventilátor, és így egyelőre ennyit, tehát föntre nem rakok. Ott majd szépen ki tud áramolni magától a levegő. Ott úgy is van porszűrő igazándiból, tehát azzal nagy gáz nem hiszem, hogy lesz. Na, a következő egy picikét már nagyobb dolog. Mivel, hogy azért már egy pár kiló benne van a gépházban. És ez EU-type-os. Hál' Istennek. Szóval, mivel, hogy már benne van egy rakat forint a gépházban, így úgy gondoltam, hogy nem árt, hogyha van egy aktív PSU-s, nem PSU. PSU az maga a táp. Mi az? PFC. Azt hiszem. Nem tudom, de ilyen áramingadozás elleni korrekciós izé. Tehát az azt gondolom, hogy nem árt, hogyha van benne, nem árt, hogyha minél kevésbé szaszít az elektromos rendszer itt a gépet. Mert hogy gyakorlatilag ez engem egy agyvérzéstől megkímélhet még a későbbiek folyamán. Úgyhogy ezt nyissuk is föl. Természetesen a bontóeszköz.
Elég ellenálló kis fóliája van ennek bakker. Tehát ez a Cooler Master Elite 500V3-osa. Aktív PFC-s, elvileg csöndes, illetve intelligens ventilátor vezérlése van. Tehát alapvetően nem pörgeti agyonra magát, hogyha ha nem kell. Tehát gyakorlatilag így ezt tudja. 500 watt, ezt nem tudom, az előbb mondtam-e. Jó, igen, mindenféle papír. Illetve egyféle papír, de az... az nem elég. Ó, hogy ezért EU. Tehát, hogy van hozzá tápkevel. Akkor így legalább lesz egy tartalék, nyilvánvalóan ezt fogom használni hozzá. A rögzítő csavarok, azok fontosak. Hát én azt gondolom, hogy ez még kinézni is jól néz ki. Kár, hogy nem fog belőle jóformán látszani semmi. Tehát alapvetően... Ez könnyű. Ez meglepően könnyű. Tehát a tyúkbelek, azok színesek rajta nagy részt. Az jó, hogy alapvetően inkább csak ugyanazt a színsémát követik mindannyian. Illetve mindegyik csatlakozónak a vége fekete, ez az kimondottan tetszik. Nem hót meg kop, csak nem szeretnék egy Ryzen mellé egy 7 éve használtam vár. Na jó, nem 7, mennyi? 5 éve használtam vásárolt tápot használni hosszú távon. Meg gyanítom, hogy az, ami kicsikét hangosabb, mint aminek kellene lennie. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem árt, hogyha cserélek egyet. Azért így nagyobb biztonságban érzem a fenevadat. Ja, ha tönkre megy a gép, az úgy tényleg marha jó egyébként. És most jön az, hogy helyet kéne csinálni magamnak. Egyébként jó, hogy itt vagy, és még mindig azt írja, hogy nulla néző van, szóval te nem számítasz neki. Hát figyelj, amellett is lehet streamet nézni. Azt gondolom, engem már videó alapján kicsinál. Figyelj, nem tudom, mennyire fogsz megijedni. Nem hiszem, hogy meg foglak ijeszteni, de most ez így konkrétan a képet kitakarja. Tehát ebből valószínűleg itt például sok nem fog látszódni. Termátéknek a View 22-ese. Abból is a Tempered Glass Edition. Vagy nem tudom, hogy kéne mondani, említeni. Azaz, főleg, hogyha így nem is látszok az egésztől, akkor főleg a stream. Jaj, aranyapám, mekkora ez? Hát ebbe én is bele fogok még férni a gép mellé.
is van egy adag papír. Hát ez szemlátom, és nagyobb, mint az előző házakó. Hát gyönyörű. Hát ez nagyon csecső. Jó, mondjuk már az elejét összetapisztam a picsába, de mondjuk van rajta fólia, úgyhogy nem gond. Ez nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. Na, akkor megpróbálom itt a kamerával. Nem tudom mennyi a kábel, amit enged. Üveg az oldala. Ilyen mágneses, felszedhetős porszűrő a teteje, amit tapad rá mind az atom, tehát azzal nem lesz gond, hogy az ott úgy könnyen lejár majd. Szerintem jobban járok, hogyha nem a kameráztatom, mi meglepő, hanem a házat veszem ölve egy kicsit. Vagy hát nem is ölve, de kézben. Ilyen gyönyörű szép hullámos az eleje. Ez kicsit hasonlít a mostanimra, és áttetsző. Ez már most látszik, hogy az áttetsző egy kicsikét. Az nice. Egy alsó tápos, minden egyéb, a teljes oldal edzett üveg. Úgyhogy nagyon kis fain dolog ez. Na ennyi, a streamemet kell nézned, érted? Ez itt a titok nyitja. A 8 tizedre vagy tőle, az nem olyan rossz az. Ismét host stream. Ja, nézem, hogy miért billeg, hát rajta van a sarka a füzeten, amit most átmenetileg egérpadnak használok. Ez merre jön le? Ja, ez csak így. Ez kívül belül fóliás, úgyhogy legalább nehéz összetapizni nagyon. Mit láttam az kolon? Ja, nem Discordon láttam, a Shorts-féle vidit néztem. De igen, láttam a pályát. És ilyen szempontból nem bánom, hogy a hétvégén nem tudok lenni. Hát ebbe aranyapám is tényleg elfér mellém. Hajrá! Legyen úgy!
megnézem, hogy áll a telefon. Hát figyelj, igazániból egyik kölyükről sem tudok, hogy jönnének. Hát Bale meg Marci már elég régóta nem játszanak. Igazániból egyik kölyük sem aktív játékos per pillanat, úgyhogy... Nem tudom. Na, amíg még itt tölt egy kicsit a telefon, addig leoperálom a másik felét is a háznak. Azért van némi lemez hangja, de azért jó. Legalábbis jónak tűnik mindenképpen. Milyen kis kedvesek voltak, még egy kis fogantyút gyártottak ide a hátlaphoz. Innen jobban néz ki, jobban látszik. Mert hogy jól nézni, jól néz ki mindenhonnan. És akkor ebből megint nem fog semmi látszódni egyelőre. De itt alul lesznek a kis HDD zlotok. Ezt majd megjelenítjük a dolgokat. Úristen, mennyi csavar van ehhez. Hogy ezt így össze kell... Jézusom! Tehát... Jelzem, így kell kivenni a HDD-nek a brekittjét, vagy mi a fenéjét. Hogy így meghajlítod. Mert így jön ki. Elég érdekes megoldás, de... Úgy néz ki, működhet. Jó, ezt egyelőre még itt hagyjuk elő, mert még nem tudom, hogy mennyire lesz rá esetleg szükség. Azt hiszem, hogy akkor most egy pár percre eltűnök, lekapcsolom a gépet, kihúzkodom hátulról, fölhozom ide a föntre a régi gépházat, és akkor utána telefonról visszajövök.